Nem jogerős. A másodfokon eljáró bíróság enyhített a járásbíróság ítéletén az úgynevezett nyírvévé ügyben, de mind az ügyész, mind a vádlott fellebbezett. Nyári pihenő, egy évben 7 nap szabadságról rendelkezhet saját maga a munkavállaló, és maximálisan 14 egybefüggő napot tölthet munkamentesen. Ügyeljünk értékeinkre, még mindig az idősebb korosztály és a fiatal generáció van leginkább kitéve a besurranásos lopásoknak. Másodfokon enyhébb ítéletek születtek az úgynevezett nyírvévé ügyben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A másodfokon eljáró bíróság enyhített a járásbíróság ítéletén, így az elsőrendű vádlottat, a cég egykori vezetőjét felmentették a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés büntette vádpont alól. Több más vádpontban viszont bűnösnek találták, és 3 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A másod és a harmadrendű vádlottak ítéletein is enyhített az ügyben eljáró bíróság. Hűtlen kezelés büntette és más bűncselekmények miatt indítottak nyomozást a nyírvévé egykori vezetője és 2 társa ellen még 2012-ben. Az ügyben tavaly nyáron született elsőfokú ítélet, melyben többek között 4 év börtönbüntetésre ítélték az elsőrendű, 3-3 év börtönbüntetésre pedig a másod és harmadrendű vádlottakat. Az ítélet ellen az ügyész és valamennyi vádlott fellebbezett, így a másodfokú ítélet hirdetése szerdán délelőtt került sor. Hirdetem a törvényszék másodfokú ítéletét. A törvényszék a Nyíregyházi Járásbíróság 2017. június 21-én meghozott 18B/764/2015/46 számú ítéletét megváltoztatja a következők szerint. Elsőrendű vádlottat a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés büntette, BTK 376 szakasz első bekezdés és negyedik bekezdés alpontja miatt emelt vád alól felmenti első vádpont. A vádlott terhére megállapított és a járásbíróság által gazdasági csalás büntetteként értékelt vagyonelleni bűncselekményt hűtlen kezelés büntettének BTK 376 szakasz első bekezdés negyedik bekezdés alpontja minősíti második vádpont. A hamis magánokirat felhasználásának vétségét bűnsegédként elkövetettnek minősíti. Második vádpont vádlott börtönbüntetésének és mellékbüntetésnek tartamát 3-3 évre enyhíti. A másodrendű vádlott 3 éves börtönbüntetését 1 évre mérsékelte az eljáró bíróság, melynek végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztették. A harmadrendű vádlott büntetését 2 évre enyhítették, melyet szintén 2 év próbaidőre függesztettek fel. A közügyektől való eltiltást pedig mindkét esetben törölte a bíró. Ezen túl mindhárom vádlottat egyetemlegesen további 54.000 forintnyi másodfokú bűnügyi költség megfizetésére kötelezték. Ebben a körben a járásbíróság által vádlott terhére megállapított súlyosító körülményeket egyrészt annyiban helyesbíteni szükséges, hogy mellőzendő a többszörös halmazat, valamint a vagyoni hátrány közpénzben jelentkezésének ilyenként értékelése. Ugyanakkor viszont megállapítható az, hogy a vádlott cselekményével az alaptörvény nagy N cikkében deklarált átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás követelményének maradéktalan érvényesülését is nyilvánvalóan veszélyeztette az önkormányzat tulajdonát képező nyírvévé ügyvezetőjeként. A másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy az elsőrendű vádlott által vezetett önkormányzati tulajdonban lévő Kft. A korábban megállapított 82 millió forintnyi kár helyett 32 millió forintnyi veszteséget szenvedett el az ügyvezető tevékenységének következtében. Az enyhítő és a súlyosbító körülmények miatt a bíró a vádlottakra a büntetési tételek középső értékét szabta ki, melyet a másod és harmadfokú vádlott elfogadott. Egyes tényállásokonban felmentés. Jó, köszönöm szépen. Mindez azt jelenti, hogy a Nyíregyházi Járásbíróság 18B/764/2015/46 számú ítélete másod és harmadrendű vádlottakkal, valamint a NEUT korlátolt felelősségű társasággal szemben, a fenti változtatásokkal szemben a mai napon jogerőre emelkedett, és a
Vádlottakkal szemben kiszabott több börtönbüntetés kivételével végrehajtható. A vádlottak ügyében tehát a gazdasági csalást hűtlen kezelésre minősítette át a bíróság. Az ügyész a Nyír VV volt vezetőjének első vádpont alóli felmentése miatt fellebbezett az ügyben, míg a vádlotta saját felmentését kérve nyújtott be fellebbezést. Az ügy a debreceni ítélőtáblán folytatódik majd. Egy évben 7 nap szabadságról rendelkezhet saját maga a munkavállaló a munkatörvénykönyve szerint, és maximálisan 14 egybefüggő napot tölthet munkamentesen. A nyári hónapokban a szabadságolás az egyik leggyakoribb téma a munkahelyeken, sokan viszont nincsenek tisztában a jogi hátterével. A munkanélkül töltött napokon alapesetben nem kereshetik a munkavállalót a munkahelyéről, azonban itt is akadnak kivételek. A legtöbb munkavállaló a nyári hónapokban veszi ki szabadsága nagy részét. Ezeknek a napoknak a kiadására azonban számtalan törvény vonatkozik, ezeket a munkatörvénykönyve szabályozza. Egy évben 7 napot legfeljebb a munkavállaló kérésére 2 részletben ki kell, hogy adjon a munkáltató, tehát köteles, illetőleg 14 egybefüggő napot munkamentesen lehetővé kell tennie az adott munkavállalónak a munkáltató részéről. Most nagyon fontos szabály az, hogy 15 nappal korábban kell jeleznie ezt az adott dolgozónak, és ugyebár minden cégnél megvannak erre a módszerek, van, ahol van szabadságnyilvántartási karton, de elegendő e-mail váltás is. Az a lényeg, hogy le legyen dokumentálva, és 15 nappal előtte határidőben jelezze az adott munkáltató felé ezt. A munkavállalónak alapesetben 20 nap szabadsága van, ehhez jön az úgynevezett pótszabadság. Ez mind többlet egyrészt életkorral jár, ha valaki betöltötte a 25. életévét, az plusz egy napot jelent a dolgozónak. Mire a 45. életévét betölti, már 10 plusz napja lesz. Ezen túl, ha 16 évesnél fiatalabb gyermeke van, az további plusz 2 nap, 2 gyermek esetében plusz 4 nap. Az édesapák pedig a szülést követő második hónapig 5 plusz szabadnapot vehetnek igénybe. Ikergyermekek esetében ez 7 napra emelkedik. A munkanélkül töltött napokon a munkatörvénykönyve szerint a munkáltató nem hívhatja vissza a dolgozót, de vannak kivételes helyzetek. Alapesetben, amikor szabadságon vagyunk, az a saját személyes terünk, saját privát szféránk, és gyakorlatilag a rövid tömmel választhatsz, hogy semennyire, viszont vannak kivételek. A munkatörvénykönyve az, amely irányadó itt is, az pedig azt fogalmazza meg, hogy ha kiemelkedően fontos gazdasági érdek vagy a munkáltató működését közvetlenül és súlyosan veszélyeztető indok áll fent, akkor van lehetőség arra, hogy beavatkozzon a munkáltató a munkavállalónak a szabadság felhasználásába. Tehát mire kell itt gondolni? Hogyha egy ilyen indok felmerül, akkor megszakítható a szabadság, berendelhető a munkavállaló, vagy akár a már kiadott, de még ki nem vett szabadság módosítható. Viszont ez nem működhet keretek nélkül. Tehát például, hogyha egy külkereskedelmi cégnél felrobban az egyik gyártósor, és berendelik a kereskedelmi igazgatót a szabadságáról, nyilván az egy jogszerű lépés a munkáltató részéről. Ha viszont engem a fölöttesem szabadságon azért hív fel, mert mondjuk nem találja a nem is tudom, kapszulás kávéfőzőnek a használati útmutatóját, akkor nyilván nem vagyok köteles ennek eleget tenni és ezzel foglalkozni a szabadságomon, a megérdemelt szabadságomon. A munkáltató pozíciótól függően köteles beszámolni arról, hogy szabadsága ideje alatt hova utazik. A vezetőbeosztásban dolgozó munkavállalóra akár a szabadsága alatt is szükség lehet, ezért neki nem árt tudatni, hogy hol tartózkodik. A lakás betöréseket tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll az országos lista élén, bár a betörések száma folyamatosan csökken, a rendőrség ebben az időszakban felhívja a lakosság figyelmét a nyári veszélyekre. Még mindig az idősebb korosztály és a fiatal generáció van leginkább kitéve a besurranásos lopásoknak. Ezek kivédésére azonban számos tanácsot tudnak adni a szakemberek. A nyári időszak beköszöntével megszaporodnak a betörések és a lopások országszerte. Ennek egyik legfőbb oka, hogy sokan a közösségi oldalakon tudatják ismerőseikkel, hogy hamarosan hosszabb időre nyaralni indulnak. Az ilyen nyilvános megosztások a betörések meleg ágyát képezik.
Nagyon fontos még itt megemlíteni a betöréssel kapcsolatban, hogy nem csak posztolják a állampolgárok azt, hogy elutaznak, hanem előtte korábban felraknak képeket arról, hogy milyen vagyontárgyaik vannak, hogy van új tévéjük, új laptop, vagy bármilyen más. Úgyhogy az elkövetőknek ez egyfelől jó lehetőség arra, hogy feltérképezzék azt, hogy milyen tulajdonok vannak egyébként, hogy milyen értékek vannak az ingatlanban, illetve mikor van őrizetlenül. Tehát ezt mindenképpen kerüljük, törekedjünk jó kapcsolatra a szomszédokkal, hogyha gyanús személyek vannak az ingatlan közelében, ez lehet egy lakótelepi lakás, vagy lehet családi ház, akkor egymásnak jelezzék. Nagyon fontos, hogyha megtörtént a baj, vagyis a betörés a sor került, akkor az állampolgárok a sértett ne kezdjen el keresést, kutatást végezni az ingatlanba, hanem a 112-t hívja, és minél több információt adjon meg azzal kapcsolatban, hogy mi történt az ingatlanban. A rendőrség azt tanácsolja, több, nagyobb értékű vagyontárgy, például aranyékszerek vagy porcelánkészlet esetén érdemes időnként leltárt tartani. Így, ha a rendőrségi eljárásra kerül sor, pontos leírást lehet adni az eltűnt dolgokról a hatóság szakembereinek. Betörések, speciálisan a besurranásos lopások kapcsán az idősebb korosztály a legveszélyeztetettebb. Az ő esetükben a csalók sokszor hivatali szakembernek, például közműdolgozónak adják ki magukat, így juthatnak be a lakásba és tulajdonítanak el kisebb-nagyobb értékeket. A fiatal generáció szintén veszélynek van kitéve, amikor a szülők dolgoznak, a gyermek pedig egyedül marad otthon. Elég komoly elmozdulás tapasztalható az állampolgárok részéről e tekintetben. Biztonsági zárat felszerelnek az ajtóra. Most már nem csak arra törekszenek, hogy a kültéri ajtó az dizájnos legyen, hanem megfelelő biztonsági védelemmel legyen elzárva, hogy lezárhatóvá váljon. Ezen kívül riasztókat lehet felszerelni, vannak különböző ajtóékek, amelyek riasztóként is funkcionálnak. Azt gondolom, hogy ez a 3-4 dolog, amelyek már viszonylag elfogadható összegért elérhetőek a különböző ilyen szakmai szakértőboltokban, ha ezeket beszerzik az emberek, akkor mindenféleképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy a bűncselekmények sokkal kevésbé valósulnak meg a sérelmükre. A lakásbetörések számát tekintve csökkenő tendencia mutatkozik mind országosan, mind a megyében. Bár az ilyen típusú bűncselekményeknél Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az élen jár, a prevenciós kampányok hatékonynak bizonyulnak, hiszen az emberek egyre jobban odafigyelnek a megelőzés lehetőségeire. Román István folytatja 2017. augusztus 1-én megkezdett munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal élén, derül ki a Magyar Közlönyből. A Fidesz korábbi országgyűlési képviselőjét, volt agrár szakképzésért felelős helyettes államtitkárt a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára július 1-i hatállyal nevezte ki kormánymegbízottnak a miniszterelnök. Valami új, valami színes, valami izgalmas, ezt ígéri a 4. Lesz Fest programja Kisvárdán. A fesztivál 3 nap alatt 6 színpadon több mint 100 fellépőnek és több ezer bulizni vágyónak biztosít lehetőséget arra, hogy jól érezze magát Kelet-Magyarország egyik legnagyobb nyári rendezvényén. A fesztivált színesíti majd többek között Ákos, Majka, Sterbinski vagy épp a Tankcsapda koncertje. Tavaly közel 30 ezer látogatója volt a kisvárdai Lesz Festnek, a szervezők azonban idén még több vendégre számítanak. Ezért a 3 napos rendezvényen 6 színpad biztosítja majd a helyszínt közel 120 fellépőnek, vagyis több mint 1000 zenésznek. Idén Győrből is érkeznek bulizni vágyók, ez pedig nem csak a fejlődést bizonyítja, hanem azt is, hogy a fesztivál komoly turisztikai attrakciót jelent Kisvárdának. Tavalyhoz képest több a külföldi nagynevű világsztárnak mondható előadónk, itt a Skindredre, Mick Warrenre gondolok elsősorban. Mick Warren ugye egy világszerte ismert és nagyon régóta ikonnak számító DJ. A Skindredet pedig, aki játszott már Need for Speed-del, és nem ismerek olyan embert, aki ne játszott volna Need for Speed-del, végig a Skindred zenéjét élvezhette alatta. Tehát ez szerintem egy nagy szó a fesztivál életében, de ettől fontosabbnak tartom azt, hogy gyakorlatilag a teljes magyar hazai élvonal, illetve aki érdekes és jó zenét játszik, az ott lesz a fesztiválon. Világzenei fellépőkben sem szűkölködik idén a fesztivál, helyet kap a színpadon a Besodrom, Ferenci György és a Racka Jam, valamint a Csángáló zenekar. A retró szerelmesei pedig Korda György és Balázs Klári, a Happy Gang vagy épp az Álmokfutók slágereire is bulizhatnak majd. A rendezvény ráadásul idén beállt a tematikus fesztiválok sorába is. Elkezdtünk ötletelni, így megszületett a gondolat, hogy akkor már 2018-ban legyen egy tematikus fesztiválunk, amely a Csodaország, és minden ebben minden olyan dolgot bele lehet foglalni, amelyről csak álmodunk, amely csak a képzeletünkben létezik, és ezt próbáljuk majd valahogy a valóságban színpadra vinni, vagy éppen csak az emberek közébe csempészni statisztákon keresztül.
Közel 50 statiszta fog folyamatosan a nézők között járkálni, beszélgetni és fotózkodni, a Líznak, a Bádogembernek vagy a Vörös Királynak öltözve. A karneváli hangulatról gólyalábosok is gondoskodnak majd. Öt új játékos csatlakozott a Nyíregyháza Spartacus keretéhez. Faggyas Tamás kapus az MTK-tól, Gulyás Máté Vácról, Nagy József Pécsről, Gyurján Bence Békés Csabáról, Kulcsár Hunor pedig a klub utánpótlásától érkezett a felnőtt csapathoz. A Spari szombaton Debrecenben játssza első felkészülési mérkőzését. Az első, amolyan rávezető hét után a felkészülés második hetében már keményebb edzéseket vezényel a játékosoknak a Spari szakmai stábja. A végig hazai környezetben készülő nyíregyháziak az örökösföldi pálya mellett a konditermet is látogatják, sőt a heti programba egy diagnosztikai mérés is beiktattak a szakemberek, hogy minél teljesebb képet kapjanak a futballisták állapotáról. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a távozók helyét sorra töltik be az új játékosok. A Faggyas Tamás érkezett az MTK-tól a jó Levente mögé második számú kapusnak. Igazából az volt a célunk, hogy 3-1 forma típusú kapusunk legyen, a játék stílusunkon ne kell változtatni annak fenyében, hogyha esetleg más áll a kapuban, és nem a Levente. Nagyon örülünk az érkezésének. Jobb oldali védőben a Nagy Józsi érkezett, benne van 100 NB1-es mérkőzés, ugye játszott több szezont NB1-ben, illetve jutott fel már NB2-ből, most legutóbb Pécsen szerepelt. Egy nagyon határozott, jó mentalitású srác, jól lép be a játékba jobb oldalon. Nagy segítségünkre lesz, aki még érkezett, a Gulyás Máté Vácról. Egy rendkívül határozott, agresszív labdaszerző középpályás, és mindemellett még a támadásokat is jól segíti, illetve ha kell, akkor akár baloldali védőként is lehet használni, illetve a negyedik érkezőnk a Gyurján Bence, ő Békés Csabáról érkezett, róla azt kell még tudni, hogy ugye Nyíregyháza nevelés, szélső támadóként vettető be, jó sebesség van benne, és nagyon jobb ballába van, és az utánpótlásunkból a Kulcsár Hunival kötöttünk még szerződést. A korábban a Ferencvárosban, Mezőkövesden és Győrben is megforduló Nagy József Pécsről érkezve abban bízik, hogy feljutó csapathoz igazolt. Nagyon örültem, hogy így Nyíregyházára tudtam jönni, mindig is egy nagyon jó közegnek és egy nagyon jó múltú klubnak tartottam, és azért itt azért mindig benne volt a levegőben az is, hogy azért a feljutásra itt azért mindig megcsapta itt a csapatnak a légkörét. Nagyon bízom abban is, hogy most is azért meg lehet a feljutás. Igaz, hogy ahogy látom, most új szakmai stáb, fiatalos lendülettel, minden eddig két edzésen vettem részt, de élvezetesek, nagyon jó edzések vannak, nagyon profi körülmények között. Az elmúlt hétvégén Szegeden hetedik alkalommal rendezték meg a kapusháborút, ahonnan szép sikerekkel tértek haza a Spari hálóőrei. 148 kapus regisztrált erre a kapusháborúra, 5 kategória volt, a nyílt kategória, a plusz 35, U13, U14, illetve a hölgyek is versenyeztek. A nyílt kategóriát Nagy Máté, aki most került fel az utánpótlás csapattól a felnőtt csapat keretébe, nyerte, a plusz 35-ben nekem sikerült az első helyen végeznem, megelőztem Szabó Attilát, ugye, aki a Kisvárdának a kapusedzője. Az U13-as korosztályban Szondi Levente, aki szintén a Bozsik Akadémiának a kapusa lett harmadik, én meg kell még említeni, hanem két utánpótláskorú labdarúgót, aki a nyílt kategóriába játszott. Az egyik a Talián Laci, aki a legjobb hat közé jutásért esett ki, illetve a Pór László, aki az U17-nek a kapusa, ő pedig a legjobb 32 közé beverekedte magát. Nagyon szép teljesítmény nyújtottak, nagyon büszkék vagyunk mindegyik kapusukra. A Spari szombaton játssza első felkészülési mérkőzését. Délelőtt 10:30-tól Debrecenben lép pályára Bozsik József együttese. Csütörtöktől vasárnapig ismét strandröplabda tornának ad otthont Nyíregyháza. Magyarországon elsőként 2012-ben a Szabolcsi megye székhelyen rendeztek strandröplabda fesztivált a belvárosban. A hét második felében 4 napon keresztül ütik a labdát a 4 fős csapatok a római katolikus templom előtt 200 köbméter homokból kialakított pályán. A helyi intézmények és cégek csapatai mellett 32 amatőr együttes méri össze tudását, vasárnap pedig az országos profi bajnokság második körének elődöntői, illetve döntői zárják majd a rendezvényt. A városi cégek, önkormányzati cégek versenyeznek 9 csapat részvételével, majd pedig pénteken megindul az úgynevezett amatőr strandröplabda bajnokság, ahol 32 csapat nevezett. Ez péntek szombat zajlanak le a csoportmeccsek, majd pedig a helyosztók. Szombaton körülbelül olyan este 9 óra környékén lesz vége ennek a versenynek.
Közben péntek este pedig a város sportágai, a labdarúgás, kosárlabda, a röplabdát kivéve létező sportágak mérnek össze egy barátságos torna keretében, majd pedig vasárnap délelőtt a városi multicégek úgynevezett Champions kezdődik vasárnap 9 órától 14 óráig, ezt követően pedig a hétvégén nyíregyházi forduló, OB forduló döntői, illetve elődöntői lesznek itt a főtéren, gondolom, hogy ideális körülmények között. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Másodfokon enyhébb ítéletek születtek az úgynevezett Nyírvévé ügyben. A másodfokon eljáró bíróság enyhített a járásbíróság ítéletén, így az elsőrendű vádlottat, a cég egykori vezetőjét felmentették a folytatólagosan elkövetett hűtlenkezelés büntette vádpont alól. Több más vádpontban viszont bűnösnek találták, és 3 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A másod és a harmadrendű vádlottak ítéletein is enyhített az ügyben eljáró bíróság. Egy évben 7 nap szabadságáról rendelkezhet saját maga a munkavállaló a munkatörvénykönyve szerint, és maximálisan 14 egybefüggő napot tölthet munkamentesen. A nyári hónapokban a szabadságolás az egyik leggyakoribb téma a munkahelyeken, sokan viszont nincsenek tisztában a jogi hátterével. A munkanélkül töltött napokon alapesetben nem kereshetik a munkavállalót a munkahelyéről, azonban itt is akadhatnak kivételek. A lakásbetöréseket tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll az országos lista élén. Bár a betörések száma folyamatosan csökken, a rendőrség ebben az időszakban felhívja a lakosság figyelmét a nyári veszélyekre. Még mindig az idősebb korosztály és a fiatal generáció van leginkább kitéve a besurranásos lopásoknak. Ezek kivédésére azonban számos tanácsot tudnak adni a szakemberek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 27-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. A Balkán felett örvénylő ciklon fokozatosan megközelíti térségünket délkelet felől, aminek hatására meleg, nedves levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, zápor egyaránt várható. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet, holnap napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A keleti szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken még több lesz a felhő, és sokfelé kell záporra, zivatarra számítanunk. A hétvégétől azonban csökken a felhőzet mennyisége, és egyre kevesebb helyen valószínű záporeső. A jövő hét közepéig a sok napsütést csak gomoly felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadékkal nem kell számolnunk. Tovább erősödik a nappali felmelegedés mértéke.